Köszöntöm Önöket, ma osztották ki a külhoni magyarságért díjakat Budapesten, itt az Országházban. Az elismeréseket Semjén Zsolt Magyarország miniszterelnök helyettese és Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára adták át a díjazatoknak. Államtitkár úr, miért pont Szent István ünnepéhez kötődik ez a díjátadás? Magyarországon a díjakat általában a nemzeti ünnepek alkalmával adományozza a kormány, illetve a parlament, illetve a minisztériumok. Így van ez a külhoni magyarságért díj esetében is. Augusztus 20-a előtt, ma augusztus 18-án adtuk át a külhoni magyarságért díjat. Általában 10 díjat szoktunk adományozni, az idén 11-et, néha 11-et. Az egyik díjat egyébként megosztva kapta egy ausztriai magyar házaspár, tanárházaspár, akik hosszú évtizedek óta végzik oktatói nevelői munkájukat Ausztriában, Bécsben. Úgy gondolom, hogy a díjak odaítélésénél kell arra gondolnunk, hogy lehetőleg az élet minden területéről jöjjenek a díjazottak, úgy, mint az egyházak, úgy, mint a kultúra, oktatás, közösségi élet, előadó művészek, tehát olyan emberekről, személyekről legyen szó, akik reprezentálják az összmagyar társadalmat. Ezen kívül pedig nyilván figyelnünk kell az adott régió nagyságára, illetve népesség számára is, és ezen kívül pedig a magyar szervezeteknek a véleményét is ki szoktuk kérni a díjak odaítélésénél. Fontos tudni azt, hogy minden esetben olyan személyek kapják meg a külhoni magyarságért díjat, akik az adott magyar közösség életében évek óta, évtizedek óta kimagasló tevékenységet végeznek. Ezen kívül pedig nem csak az adott közösség, hanem az egész magyar nemzet számára példaképül állíthatóak. Mik azok a kritériumok még, amiknek meg kell felelni? Említette, hogy az élet minden területéről figyelembe kell venni azt is, hogy mekkora a régió, hogy tettek az elmúlt évtizedekben, de pontosan milyen kritériumok azok, amiknek meg kell felelni? Azt gondolom, hogy ilyen kritériumok nincsenek. Akik díjazottak és akik eddig is díjazottak voltak, személyes életútjuk, tevékenységükkel bizonyították azt, hogy nagyon sokat tettek az adott közösség megmaradásáért, a magyar nemzet megmaradásáért, azon a területen, ahol ők az élet tevékenységüket, hivatásukat kifejtik. Így van ez a mostani díjazottaknál is, és nyilván vannak aktuális események, amelyekre szintén oda kell figyelnünk. Ilyen például Erdélyben a magyar vezetőknek a bújtatott politikai vegzálása. Tavaly is, az idén is több olyan személy kapott külhoni magyarságért díjat, akik bátor kiállásokkal példaképei az adott magyar közösségnek, és a vegzálást pedig azért kell elszenvedniük, mert a magyar közösség mellett kitartanak. Az idén 2 ilyen díjazott is van Erdélyből. Aztán például a venezuelai magyarság is díjat kapott az a közösség, akik az összmagyarságon belül talán a legnehezebb sorsban vannak most, hiszen Venezuela mind gazdaságilag, morálisan, politikailag szétesőben lévő ország, és az ottani magyar közösséget nem azért támadják, mert magyarok, hanem egyáltalán az életkörülményeik lehetetlenülnek el ebben az időszakban. Ahogy miniszterelnök helyettes úr is mondta, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogyha haza akarnak telepedni Magyarországra, Magyarország nekik is a hazájuk, akkor mi ehhez a segítséget meg fogjuk adni, illetve az itteni beilleszkedésükhöz is a magyar kormány minden segítséget meg fog teremteni és meg fog adni. A Vajdaság esetében 2 díjazottunk van. Nyilvánvalóan a 10-11 díjazott egyenrangú, végig is van valaki, akit esetlen kiemelne? Én úgy gondolom, hogy nincs ilyen, hiszen mindannyian, ha különböző területeken is végzik a munkájukat, illetve végezték a munkájukat, mind ugyanazért a gondolatért tevékenykedtek, ez pedig magyar nemzet. Államtitkár úr, köszönjük szépen! A Híradó Plusz Budapestről Vaddövő Gabriella tudósította.